Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy teli hold orákel november 19-én. Ezen a napon lesz egy hold finsternisz. És finsterniszeknél mindig kármikus témákról van szó, hiszen ez azt jelenti, hogy vagy a teli hold, vagy az új hold a kármikus csomón áll, mint például ezen a napon. A hold eléri ezt a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút. Ráhú az jelent egy új irányt, vagy egy életterületet, amit még nem ismerünk, de a lelkünk ezt kiválasztotta. Meg kell, hogy ismerkedjünk ezzel az új irányjal. Ez lehet egy új lehetőség, jelenti a változásokat, vagy a munkahelyen, vagy a párkapcsolatot illetően. Amit még ez a felfele mozgó kármikus csomó jelent, ez az indiai asztrológiában nem más, mint Ráhú, a sárkánynak a feje. De ennek a sárkánynak van egy teste is, az pedig a lefele mozgó kármikus csomó Kétú. De ezek el vannak választva. Most ennél a teli holdnál a sárkány fejéről van szó, tehát a gondolatokról. De nem szabad elfelejteni a sárkány testét, hiszen itt van egy feladat, a sárkányt összefűzni, a fejét a testével, ami ránk vonatkozik, a gondolatokat, a terveket, összefűzni az érzelmekkel. Tehát az is hasznos, ha mi hallgatunk a belső hangunkra, az intuícióra. És akkor így meg lesz ez az egyensúly, és megoldottuk ezt a kármikus témát. Van múlt, jelen és jövő. Először megtekintjük a múltat. Mit ér vissza a múltból? Vagy mit kellene lezárni a múltból? Ezt jelentik most a kártyák. Itt ezen a képen látható egy uralkodónő. Jelenti a nőiességet. Nem csak a szerelmi életet illetően, hanem az anyai érzelmeket is. Te vagy itt ez az uralkodónő. Én úgy gondolom, hogy te ezzel nem vagy tisztában, de most pontosan ezeknél a kármikus témáknál legyen ez számodra egy gondolat, légy magabiztos, légy ennek a tudatában. Én megismétlem magamat. Te vagy az uralkodónő. Nem csak a jelenben, hanem a múltban is így volt. Csak te nem tudtad. És uralkodj a helyzet felett, uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmek felett, és lásd azt, hogy ez a férfi a múltból így tekint rád. És itt lesz egy új kezdet, mert ez a férfi visszatér hozzád. A 10-es szám jelenti ezt az új irányt, vagy ezt az új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életben, és ez az ő terve. De ez nem egy új kapcsolat, hanem ez utal a múltra, tehát ez a férfi gondol rád, és vissza akar térni. A ló visszafele tekint. Az fékezi még kicsit az eseményeket, utalhat arra, hogy ez a férfi még kicsit bizonytalan. Viszont ott van a kezében a kard, és elvágja a félelmeket, a bizonytalanságokat. Azon kívül ez a kard jelenti a döntéseket is. Ez a férfi komoly döntéseket fog hozni, közeledik hozzád,
lesz itt egy találkozás, egy új kezdet, és a kelyhek utalnak az ő érzelmeire. Nyitott lesz érzelmekről beszélni. És miért tér vissza hozzád? Mert te vagy itt az uralkodó nő, és ez, ahogy ő téged lát, megbecsül téged, vagy felnéz rád. Itt megvannak az értékek, a belső értékek is. És most megtekintjük a jelent, itt a hold, szintén a teli hold, utal az érzelmekre, a vágyakra, a reményekre, az álmokra, és ez legyen itt az irány. Ebbe az irányba kellene tekinteni, lépéseket tenni. Ami még fontos, az érzelmekről beszélni. De hagyd, hogy ő legyen nyitott, hogy ő kezdeményezzen. Itt láthatóak a kelyhek, és az szimbolizálja az érzelmeket. Ez a férfi, illetve itt a lovon ülő férfi, érzelmekkel közeledik hozzád. Te is kimutathatod az érzelmeidet, ha ő kezdett valamit. Itt lesz egy meglepetés, amit ez a kártya még jelent, hogy te szépíted az otthonodat. Vagy van itt egy kreatív tevékenység, és ez a kártya nem csak a szerelmi kapcsolatot jelenti, hanem a munkánál, a hivatásnál jelent szerződéseket is. Ez kedvező, erre utalít a virágcsokor, és jelenti a levegő elemét, az utal a könnyűségre, a szabadságra, és a kommunikációra is. Tehát várható egy jó hír. A jövő itt látható. Ez a férfi szerelmes, és itt lesz egy szerelmes levél. Nyitott lesz érzelmekről beszélni. Nem csak a kommunikáció fontos itt, hanem ez a találkozás is. Hiszen ez a férfi találkozni akar veled. Ez a levél lehet egy meghívás is. De azért légy óvatos, hiszen a háttérben megjelenik ez az alak. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. És figyel benneteket. Ez a személy itt a háttérben vagy irigy, vagy féltékeny. Az is lehet, hogy mindent tudni akar, hiszen nagyon-nagyon kíváncsi. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!